A COVID-járvány megjelenése a HR rendállományában lévő dolgozók életét is alaposan megváltoztatta. A határok teszthez kötött átlépése nehezítette a külföldi munkavállalást. A cég az első között szervezte meg a dolgozók tesztelését akkoriban. A védőoltás megjelenése után most annyiban változott a helyzet, hogy a cégek beoltott dolgozókat szeretnének alkalmazni, mondja a pécsi HR rendvezetője. Ezt figyelembe veszi a munkaerő közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság, és megteremti a lehetőséget a szigorúbb feltételek teljesítéséhez. Mi ebben is igyekeztünk élenjárók lenni, és olyan lehetőségeket szervezni határon innen és túl, hiszen ez is egy a munkánk részeként egy nagyon speciális eset, hogy mondjuk a kint dolgozó, külföldön dolgozó kollégák, akik nagyon rövid időszakra tartózkodnak esetleg csak itthon, hogyan tudják az oltást felvenni, ha mégis így döntenek. Feleki Attila azt mondja, nem engedik el a munkatársaik kezét, nem hagyják magukra őket. Segítik, hogy vakcinához juthassanak. Megszervezünk mindent, akár külföldön, akár hazai pályán, és gyakorlatilag ma már azt gondolom, hogy Európában szinte mindenhol rendelkezésre áll megfelelő számú többféle oltás. Aki úgy dönt, hogy a munkavégzése érdekében szeretné ezt felvállalni, azt akár itthon, akár külföldön mi a lehető leggyorsabban leszervezzük. Tiszteletben kell tartani azt, ha valaki nem akarja az oltást, de meg kell érteni a cégeket is, akik folyamatos termelést akarnak, ezért kérik az oltás beadatását munkavállalóiktól. Ezt el kell fogadni, és mondom mellette, tiszteletbe kell tartani azokat is, akik úgy döntenek, hogy valamiért ezt nem szeretnék felvállalni. Mi mindenkinek szeretnénk a kezét fogni ebbe a kérdésbe, mindenkinek szeretnénk irányt mutatni, folyamatos információkat adunk hírlevelek formájában, de kollégáink telefonon, a projektmenedzsereink folyamatos kapcsolattartásban igyekeznek ebben is partnerek lenni. Azoknak sem engedik el a kezüket, akik nemet mondanak a vakcinára. Munkát keresnek nekik, ahol nem alapfeltétel a védő injekció. A munkaerő kölcsönző cég állományából jelenleg közel 1000 fő dolgozik Ausztriában és Németországban, akiknek közel harmada jelenleg nem rendelkezik oltással.